A magyar kormány az egész nemzet fejlődését akarja szolgálni, mert az a cél, hogy minden magyar szülőföldjén tudjon boldogulni. Ezt Seszták Miklós mondtam a Csíkszeredában. A nemzeti fejlesztési miniszter az RMDSZ meghívására érkezett 4 napos munkalátogatásra Erdélybe. Seszták Miklóst Száva Enikő kolléganőnk kérdezte. Miniszter úr, tavaly nyáron a két ország határmenti kapcsolatainak erősítéséről tárgyalt Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Most az idén a székelyföldi erdélyi gazdasági kapcsolatok kerültek előtérbe? Hát természetes hely adja a választ, hogy igen, elsődlegesen most ezt kezdtük el tárgyalni, de hozzátettük, és minden egyes fórumra is mondjuk, hogy természetesen fontosak a határmenti kapcsolatok építése, de itt az idő, hogy most már foglalkozzunk Székelyfölddel, foglalkozunk Erdély ezen részével is, és erről tárgyalunk. A Hargita megyei önkormányzat képviselői egy sor olyan projektet mutattak be, amelyek a térség fejlesztését, munkahelyteremtést, a fiatalok itthonmaradását segítené. Konkrétan milyen támogatásra számíthatnak az önkormányzatok? Szeretném megköszönni elnök úrnak, hogy nagyon jól felépítette ezt a tájékoztatót. Hiszen nagyon fontos, hogy mindig azt szoktuk mondani, nagy dolgokat kell kitalálni és álmodni, de ha csak nagy dolgokról beszélünk, akkor minden nagy dolog egy picit később, hosszabb időt valomba telik, míg ezt végre lehet hajtani. Az elnök úr mondott több olyan projektet, ami 200 ezer euró alatti. Ugye az egy olyan összeg, az a 60 millió forint körül összeg, amit azért gyorsabban, pörgősebben végre is lehet hajtani, és ki is lehet fizetni. Több ilyet mondott, általában a síkomplexumok fejlesztésével kapcsolatos dolgokról, például beszéltünk a talajmegmunkáláshoz szükséges, mondjuk ratragépeknek a beszerzésére. Most konkrétan a Hargita fejlesztési projekt. Így van. Vagy például a nagyon fontos, hogy stabil hóminőség legyen a lehetőleg minél több napon, ezért fontosak a hóágyuknak a kérdései. Ezek mind 200 ezer euró alatti befektetések lehetnek, vagy egy egységes beléptető rendszer, vagy jegyrendszer kialakítása, ami szintén azt tudja elérni, hogy minél nagyobb számban, nagyobb pályákat tudjanak használni az idelátogatók. De van egy nagy projektjük, ugye, az már 30 millió euró feletti programtervben szerepel, ez a magaslati edzőtábor, vagy magaslati tábor kialakítása, akár sí, akár 4 évszakos tábor kialakítása. Természetesen arról is van mód tárgyalunk, hát reményünk szerint nem csak tárgyalások lesznek majd, hanem konkrétumok is. Ez azért is fontos, mert február 15-től a sportfejlesztések is az ön által vezetett minisztériumhoz tartoznak. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt komolyan meg kell vizsgálnunk. Itt is azt kértem az elnök úrtól, jöjjön, beszéljünk róla, vonjuk be a MOB-ot, Borkai elnök urat is. Konkrétumokra tudunk majd tárgyalni. Brüsszelben számos olyan operatív programot elfogadtak, amelyet Magyarország nyújtott be a 2014-2020-as európai költségvetési időszakra. Ezek között szerepel az autópályák határig történő kiterjesztése is. Nagyon sokszor elmondták, hogy ennek akkor van értelme, hogyha a román fél, illetve a szomszédos országoknál is ez megtörténik. Sikerült-e tárgyalni a román kormánnyal e tekintetben? Ugye már tavaly nyáron elkezdtük a tárgyalásokat, tehát tavaly nyáron már itt egy kormányzati küldöttség részeként miniszter elnök helyettes úrral már tárgyaltuk. Természetesen ott inkább a határ átlépői kapacitások infrastruktúra és megközelítéséről tárgyaltunk, és akkor jeleztük már neki, hogy ahogy a Unió az ICOP listát elfogadja, azt nálunk megtörtént, ez az, amit ön említett, hogy a magyar kormány célja az országhatárok elérése és a megyeszékhely gyorsvonalúttal történő megközelítése, ez megtörtént. Most már mi látjuk, hogy mit fogadott el az Európai Unió, most várnánk a határ másik oldalán szereplő feleket, ebben az esetben Romániát, hogy akkor üljünk le, hogy ők hogy tervezik esetlegesen a kapcsolat továbbvitelét, mert akkor mi a tervezési folyamatunkban már ezt tudjuk továbbvinni. Természetesen várom a illetékes miniszter urat, hogy akár Budapesten, akár itt folytassuk a tárgyalásokat. A Székelyföldön való boldogulást is nagyon gyakran mondják a szakemberek, hogy inkább gazdaságélénkítő, gazdaságfejlesztő eszközökkel lehet elérni. E tekintetben miben tudnak együttműködni, miben tud segíteni a fejlesztési minisztérium? Több vállalkozóval tárgyalunk is a holnap és holnapi nap is. Többen jelezték, hogy nem is biztos, hogy nekik forrás szükségletük van.
Két dolog a fontos, az egyik, hogy ha már van Európai Unió forrás, akkor legyen hozzá önerő vagy önerő alap. De van ötlet, lenne hozzá uniós forrás, de az a kezdő lökés, az a szükséges önerő mértéke nincs meg. Ezen komolyan el kell gondolkozni, hogy hogy lehet 1 euróból 100 euró fejlesztés forrást generálnunk, ez fontos. Hát ezen dolgozunk, és van még egy másik, hogy nem csak a önerő alap szükséges, hanem többen azt kérték, hogy azt biztosítsuk, hogy a piac átjárhatóságát, tehát Magyarországon termelt termékeket próbáljuk idehozni Erdélybe, vagy itt Erdélybe, Székelyföldön megtermelt termékeket Magyarországra, hiszen egy egységes piacként kezeljük, akkor mindenki számára sokkal hatékonyabb. A magyar kormány gyakran hangsúlyozta azt, hogy a székelyek önrendelkezését teljes mértékben támogatja, de tudjuk, hogy ehhez is a térség gazdasági megerősödésére van szükség mindenek előtt. Most hogyan tud uniós pénzekben, fejlesztési stratégiákban segíteni a magyar kormány? Ugye elmondtuk, hogy a nemzet egységet fenntartó, a nemzet egységet építő feladat az kettős. Van egy emocionális rész, ez a nemzeti öntudat, az együvé tartozásnak a kiemelése, erősítése, ezek a talán látványosabb részek. És van egy kevésbé látványos rész, az a gazdasági együttműködés. És mi ebbe tudunk igazán segíteni. Hogy igenis tudjuk azt megmutatni, hogy egy nemzethez tartozó vállalatok azonos körben termelőket igenis úgy tudjuk segíteni, hogy egységes nemzetként tudunk rájuk tekinteni. Miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.